Na gyerünk, a gonosz Crash elrabolta Nina Cortex-et, Cortex pedig utána szaladt, és akkor most jön egy érdekes, szerintem most jön az a mondat, hogy vajon ő a gyereke vagy nem, de lehet, hogy nem most, mert van, még előtte szerintem el kell jutni, ja oda felülre elmegyünk. Hogy megváltozott már a környezet, nem? Itt most tiszta láva az egész nagy hőség. Az eredeti helyen, a labor pedig a jéghegyen volt. Tehát pont egy ilyen ellentétje úgy tűnik. Ide került ez a papagáj Viktor és Moritz. Na de mi nem a papagájokért megyünk először, hanem Nina Cortex-et mentjük meg, mert Cortex azt mondta, hogy gyerekres, gyorsan segíts, mentsük meg Ninát, aki, hát jó kérdés, hogy milyen kapcsolatban van Cortex-szel, ugyanis majd, hát azt majd halljátok azt a dialógus, szerintem mindenki felfigyelt arra, hogy Cortex nyelvbotlása mi volt. Ott van Evil Crash, gonosz Crash és a hátán Nina, na állj csak meg egy pillanatra, hopp, leugri. My daughter, niece! Niece! We must do something. Think, Cortex, my daughter, niece, mit tegyünk? Mit lehetne tenni? Most mit tegyünk? Mi legyen? Hogyan menjünk utána? De jó lenne, hogyha lenne valami Crash, aki velem lecsúszik. Bú! És akkor indulhat ez a második alkalom, amikor így, wow, amikor így csúszkálunk és hallan. Hát ez nagyon jó a zenék. Nagyon jó a sztori, de vigyázz, mert ott a... Oh, megvan. Kapjuk el! Gyerünk, Cortex! Kapaszkodj, Evil Crash! Ő Ninán csúszik, tehát az is egy olyan dolog, amire hát nem tudom, hogy bírja ki. De azt tudom, hogy nekünk ki kell bír... Hoppa! Oh, gyerünk, Evil Crash! Meg leszel nekünk, szegény Nina is! Csúszik rajta! De kerüljük ki azokat az ellenfeleket! Kardal oda csípnek nekünk rendesen, ha bár el lehet őket úgy ütni is, lökni is. Wow! Hova tűnt? Hova tűnt Evil Crash ilyen gyorsan? De kerüljük ki középen! Ajj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 
neki se esett jól, valljuk be azért, mert az a TNT robbantás, ott nem megyünk arra. Most legalábbis checkpointot be, figyelj, jó, itt a Nitro kikerülget. Hey, hogy lökött annyira hátra? Na, hátra lökti, akkor felveszem ezt a két életet legalább. Jó. De a zenék nagyon jók, a zenék mindig úgy dalra perdítenek, mint ahogy most is volt. Na várja, itt most be középre az Ant Drone-oknak a kis szúró-fúrókája, ami már volt az első, az első dimenzióban is, meg ez meg volt a második dimenzióban, amikor itt csúszni kellett. Így közép, jó, vissza, rendben, egy forgatás Cortexnek, hogy nézel ki, mi van veled? Jajaj, ott lesz a Nitro, itt oldalra kerüljünk. Jó, jó, kikerültük, középen maradhatunk, ott nem lesz nagy robbantás. Egy kristály, az viszont lesz, úgyhogy jók vagyunk, eltűntek, de semmi gond. Kész vagyunk. Na, jól van Cortex, elég csak talpra áll, és indul is. Mehet is, bany, ott fel kell nekünk mászni, na nézzük csak meg ezeket a kis ellenfeleket, hát szevasztok fúrófejek, szevasz, mehetsz te is dolgodra, tűnés innen, kettő pörgés és annyi nekik, jó, jöhet a pattogózás, és aztán pedig az élet és az akumaszk, na menjünk akkor, fedezzük fel ezt a világot, ezt a dimenziót, nagyon jó kis ötlet volt ez szerintem, Evil Crash, hát az a karakter jöhetne még majd vissza, én többet szeretnék megtudni róla. Na felmászunk, még egy adag élet, így akkor feljutunk, hát igen, Cortex ez gyors volt, na, itt vagyunk, furcsa, annyi biztos. De a zene az kicsit ismerős lesz. Ugyanaz, mint az Insanity Island a játék kezdetén, csak kicsit ilyen lassabb, ilyen furcsább, ilyen szokatlanabb. Na ott van!
Nézd meg, mit csinálnak, beszélgetések? Hát ott van Evil Crash, itt a háza, tehát Crashnek a háza ugyanúgy megvan, csak ő most ilyenkor... Let her go! Engedd el! Take me instead! Engem vigyél el inkább! Ne! Csak vicceltem! Inkább ne vigyél! És most kergeti őt. Nina pedig épp marad összekötözve. Nina! Gyere segíts nekünk! Jó? Kiszabadítalak! Jó? Gyere velünk! Jó! Hát ez így nem jött össze. Semmi gond. Megyünk akkor Cortexet megmentjük úgy, ahogy az első helyszínen, az eredeti dimenzió, vagy hogy lehetne nevezni, ott menekült a méhek elől, most pedig szintén menekül, csak most Evil Crash elől ez a helyzet. Itt már azért visszajönnek ezek a, hát így ismétlődnek ezek a játékmenetek, de szerintem ez nem probléma. Hoppá, Evil Crash az nem jön utána, hogy mi a helyzet. Jó, hát addig jön. Oké, robbantás gyorsabban. Jó. Ez egy pörgetéssel nyitva. Mehetünk. Itt még egy pörgetés. Ha bár itt a pörgetésnél menjél át. Pörgetek. Ja, nem kell ott át pörgetni? Ja, lehet az nem ennél van. Gyorsan gyere. Jó, ott Cortexnek rá kell lépni, és én mehetek tovább, Crashnek segít. Ho, tűzokádó! Kék szemeddel, éges, az egy másik dolog. De hányszor pörögtem? Én ott pörögtem, láttad! Robbantok megint, vagy ez mi itt, ez itt, mely az a robbantás? Ez a robbantás, jó. Jöhet tovább Cortex, gyerünk, itt van még egy robbantás. Jó, na ez az, erre emlékeztem, hogy át is kell fordítani. Úgy, de várj, nem úgy értettem, hanem úgy, hogy hát de Cortex most mi? Átment, pörgetés, és utána mehet tovább. Oh, de hogy csúszok le? Jó, azt a szerv, oké. Gyerünk, és akkor itt van a fél úton járunk, azt hiszem, ez a megálló. Igen, itt a checkpoint, tehát ez volt egy viszintes, és akkor folytatódik tovább. Feljöhetek én ide, és itt most mi megyünk fel. Úúú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 
rendesen ott úgy követi. Jó, egy robbantás oda. Aztán jön a felkeltő jeles. Oké, még egy robbantás, aztán egy legyőzés. Még egy, puf, sevasz, nektek annyi. Most mi megyünk felől. Jó, azzal is rendben, itt ezen állni kell. Ó, át kellett volna szaladni a zöld gombra, nem? Így mert most pont akkor fogja robbantani, ja, szerintem. Ja nem, ez így még jó. Ez így jó, már ennél rajta kell, jó. És néha úgy beragad a gomb, úgyhogy mindenfélék vannak itt. Oké, okay. Ja nem is fél úton jártunk? Azt hittem, hogy kettő részlet. Na ez az utolsó részlet, jó. Oké, még egy checkpoint, és akkor mehetünk itt, én nem kötek a kívül crash-el, hanem csak megyek előre. Ez az, jöhetsz, erre kell, erre is kell, vagy nem, vagy erre is kell, mindegyiket, valamelyiket nem kell lepörögni. Igen, itt hadd essen le, úgy emlékeztem rá, valamelyiket nem kell, itt pedig meg kell várni Cortex papát, hogy ő aktiválja nekünk azt a zöld gombot, és mi mehetünk akkor tovább, így bizony. Rendben, egy robbantás oda, ide egy szétlövés, jó, itt a három nyomógomb, deaktiválás, itt pedig, aha, jó lesz ez, Cortex jön, nem lazsál, szépen haladunk, megint itt az átengedés, azt mondja, középen áll, akkor pörgök, és tovább jut, még egyszer, ráadásul ott lesz majd egy, húha, ott hova fog pattanni tovább, uff! Oké, okay. Így, és remélem ez az utolsó, aha, jaja, megvan a kristály, megvan a checkpoint, mehetünk akkor, erre, Evil Crash, nem tudom hova lett, mi lett vele, de azt tudom, hogy nem utoljára láttuk ebben a játékban, melyik szerepel nagyon jó kis, hoppa, ott mi volt? Crash már megint csak úgy csúszott előre felé. Hogyha a vége egy átvezető videónak, és én rajta tartom a sticket, hogy haladnék előre felé, akkor vannak néha ilyen... Nem, vagy két alkalomra emlékszem, az egyik az Evil Academy-be, meg itt, de ennyi. Minden esetre Nina kiszedte magát a kötelekből, és egyből eljött ide, hogy leszámoljuk együtt az ikrekkel. Viktor és Moritz. Itt van. This is where we wrong the rights and sweep the past under the rug. A múltat besöpörjük a szőnyeg alá. Na jól van.
lássuk akkor, milyen kihívások lesznek itt nekünk Viktor és Moritz bázisa. Bezáródott a kapu, akkor mi nem mehetünk oda, dehogy nem. Csak nekünk külön kinyílik, mert mi vagyunk Crash, Bandicoot és Aku. Ez olyan ninás pálya, nekem olyasminek tűnik. Aktiváljuk Energon gömbök, így aktiváljuk a gépezetet. Heavy Machinery, egy pörgés neki. Lila színezet, eltűnnek. Oké, és vigyázz, dobó figura, mehetsz lefele, mondom, lefele, Csákó. Ha jól emlékszem, itt ha megfordulok, a kapu fölött van egy drága kő, ez igaz? Nem, de van egy ilyen van valahol. Na, nekünk ezt küldjük el. Akkor jönnek, és akkor nekünk pedig... Ufú, azt el kell érni! Ho! Yes! Let's go! Oh, a jetpackes engine-től van az a jetpack. Hadd jöjjek csak ide. Sehol semmi. Oké, a másik oldalt viszont van valami. Ezt az energont kell levinni a kapuhoz, úgyhogy ho, chill, szét lassan, így bizony, oda, rá, kapu, nyitva, pirosról, zöld, hú, let's go! Ez az, robbantás oda, pont oda megy az ellenfél, de az csak egy sebzés, ami kevés, két sebzés kell nekik. Na itt pedig a fúrókomák lesznek, de előtte egy életet felveszek, nyissuk ki ezt az energiakaput. Megyünk tovább, még egy pörgés, itt vigyázz a nitro között! Búúúú, szalad mint a rinocérosz! És az utolsó pedig ide fent, sőt, innen, már figyeld a trükköt! Áááá, ne, azt hittem, hogy lehet, azt hittem. Nem lehet skippelni. Lehet, hogy valahogy lehet skippelni. De nem úgy, ahogy én gondoltam. Tuti van skip, annyi skip van ezen a játékon belül, hogy az figyelemre méltó, maradjunk ennyibe, ezt a szót használom, oké? Figyelemre méltó. Hoppa, tüzes komámnak annyi, életet átvesszük, és innen jól átérünk. Nagyon király, ez az utolsó világ is szerintem, legalábbis. Itt van, amikor megfordulok, és fent van a drágak, valahol pedig van egy, esküszöm, hogy úgy emlékszem, hogy van valahol egy. Jó, hoppa. Ez az! Platformerkedés azért haladt előre, sőt igazából a drágakő megszerzés kint azokban a szabad nyílt világban is eléggé, hogy kívással teli, mondhatom azt, ugyanis ott azért ügyesnek kell lenni, de én most, ahogy láthattátok a játékmenetben, én most azzal nem foglalkoztam, én most haladtam, megmentettem Cortexet és érkeztem ide. Na itt a színezeteket kell nekünk megjegyezni. Sorrend piros, aztán zöld, utána kék, aztán citrom, piros, zöld, kék, sárga, aztán piros, zöld, kék, sárga. Így mehetsz végig, ezt jegyezd meg, ezt használd. Ez is szerepelt viszonylag a Twin Sanity elején, csak ott a kristályok voltak a barlangba, és ott azért másféleképpen volt ez megoldva, más szín, ha jól emlékszem, de most nekünk ezt kell használni, piros, zöld, kék, jó, ez egy nyomógomb, vissza kijön, egyik, másik, rendben, energont kell hozni, először felmegyek az életér, utána ezt ide készítem, hogy megállítsa majd az energont, azt a gömböt, és akkor kezdjünk bele. Jó, forgatás, pörgetés tovább, ez az, így kell ezt csinálni, most pedig a két nitró között, szerintem mehetünk gyorsabban, ide rápattintjuk, kész is vagyunk, ez itt! Ez igen! Gondold már el, milyen lett volna az ötödik világ. Tehát volt sorrendben először az alapvilág, utána a jeges világ, aztán az iskola világa, és ez a tízes dimenzió, tehát ez a tüzes világ. Milyen jó lehetett volna, milyen jó kihívásokkal teli?
hogyha hagyunk még egy kis időt a csapatnak, vagyis hát nem mi, hanem a kiadó cég, zöld, kék, citrom, piros, zöld, majd valahol kell lesz úgy visszafelé is ugrálni, hoppá! Itt van felül a, én esküszöm, úgy emlékszem, hogy átjövök, és akkor ott lesz majd valahol. Ez már összehet, a Toxic Tunnels-es. Itt már elkezdtek felkészíteni a Toxic Tunnels-re, hogy így jön előre, és megy hátra, oda, vissza. Vagy ott nem egy maszk, vagy egy élet van ott? Még ott nem. Ja, nem, azt hittem a TNT-snél. A tetején még valami, de nem. Robbantást használjuk ki szerintem oda a Nitro-ra. Oh, az ott mi volt? Az ott mi volt? Hát egy akumaszk. Szépen. Oda hat pörög. Na hát akkor még egyszer megpróbálom. Így bizony, és akkor így megvan az élet. Jó, ha bár nem a legfontosabb, de hát na, hogyha már itt vagyok, és úgy vagyok, akkor szerezzük meg, nem? Jó, ott... majd azokat a gömböket szét kell szedni, de ahhoz szerintem az a nagy... Aha, a nagy parketta lesz, vagyis hát én így nevezném, mert ott eltűnnek úgy a csempék, azok a platformok, amik ott vannak. Ó, vissza. Na szóval... Ide. Oké, ez szép volt, fent ott hagytam. Még egy hasalással. Se baj. Ti most már azt tudjátok, hogyha úgy kell mennetek. Erre még ráférek. Tízes komának annyi. Jön a következő. Átlóba megyünk. Hibátlanul teljesítjük. Egy még középen, akkor... Ide és ide. És innen pedig, azt hiszem, erre is innen. Ú, de szép! De jó kihívások! Ez igen. Nem lehet tagadni. Jó, eleje az gyenge, szerintem lehet úgy mondani kihívásba. De azért ott mindig a változatosság, meg a meglepetés ereje ott volt. Boss ide, csúszkálás oda, cortex történések. De itt ez a pálya, ez a világ itt. Full akció, vagy hát nem mondom, hogy akció, de hogy full platformer kihívás, és szerintem ez nagyon jó. Hát ezért szeretjük a Crash és más platformer játékokat, hogy meglegyen benne az izgalom, az ügyesség, és érezzük a fejlődést, hogy te fejlődj... Oh, feljöttök? Arra nem emlékeztem, hogy felugrálnak. Akkor onnan elég egyszerűen le fognak esni egyébként, már nem azért, de oda felugranak, és akkor pip, leküldjük őket. Itt van egy kis harc. Itt nem olyan extra a harc, egy jó kis pörgés. A Titans részbe és a Mind Over Mutantbe ott már azért beletették a harcnak a, az akkori korba 2007-es, 2008-as évekbe, amit már sok játék is elfogadottnak tartott, és használt az ilyen beat'em up stílust, hogy különböző kombózás van, és az most tényleg beragadt, és nem tudok tovább jutni, vagy jó, leesik, jó, leesett, oké. Nem tudok, bágok. Na szóval itt egy kis, az a kis pörgelőzés, de úgy le kell azért győzni az ellenfeleket. Ja, már mehetünk tovább. Jó, tehát akkor nem kell mindet. Beleszámolták, hogyha beleragad egy-két olyan kis ellenfél, akkor nyugodtan, nyugodtan engedje azt a kombot, nem muszáj mindet legyőzni. Jó, azt mondja, a hármassában négy... Ja nem, egy hosszú út jön. Jó. Tüzes koma. Szevasz. Ja, itt van, hogy oda-vissza, mert piros, zöld és kék, sárga. Jó, tehát így duplán előre. Szóval, piros, zöld, kék vissza, sárga előre, piros, zöld, kapasz... Ez az! Megvagyunk. Ó, várjál csak, rajta tartjuk, átmegy oda, és most kell. Jó, és most hagytam ott a plafon, zuttam, hogy ezt vagy a dembány. De ugye, hogy jól emlékeztem, hogy valahol ott van egy ilyen akció. Azt mondja, puff, ne nézzük át. Jó, dupla ugrása, ez igen, ne dobálózzunk, jó. Még egy ilyen kihívás. A kiszámítás! És az élet is megvolt.
Nitro, az annak mondjuk nem örülök, hogy a Nitro az egyből kiiktat minket, annak nem örülök. De hát hozzászokunk, és így játszunk. Uff, gyorsan mentem, túl gyors voltam. Csak tudom. Na azok hogy leszaladtak? Mi van velük? Nem tudom kit kerestek, vagy hova mentek. De azt tudom, hogy... Állj vissza! Miért voltam türelmetlen? Ó, megint türelmetlen! Piros, zöld, és innen már mehetek igazából, tehát nem kell úgy végigugrándozni. Jó, egy... szerintem három kell, nem? Kettő, jaja, itt a harmadik. De nem, ott egy negyedik is, így tovább kell menni. Hopp, egy élet oda lent. Dehogy is. Nem életezünk. Óhóhó. Jó kis trükkös volt, azt hitted, hogy oda rá lehet ugorni. Közben az csak át akar verni. Áááá! Visszalő! Jó. Következőni! Na itt most lehajolok? Hohoho, ez az! Még egy lehajoló. Hé! Hey, annál miért nem volt? Lehet akkor túl közel. Na jó, mindegy. Gyertek ki. És akkor piros. Okay. Checkpoint ide, és a végső kihívás. Piros, zöld, kék, sárga. Sárgára, innen nem merek még. Piros, zöld. Sárga. Piros. Kékre, vissza citrom. Piros, jó. Kék, sárga, piros. Sárga, piros, kék, és a checkpoint a megérdemelt. Piros, zöldre vissza, kékre, sárga, hol a piros? Ne! Oho! Piros, zöld, kék, jó, ez már a befejezés, piros és zöld, jó. Na jöhet! Kettő maszkot is kapunk, egy ide, egy gyertek csak előbb, mert megvan nekünk a kristály, megvan nekünk a checkpoint, egy gömb előre csapatás és kapu kinyitás, egyértelmű, egyszerű, és kivel találkozunk, ja ez még nem a, azt hittem már ott tartunk, hogy Spyro easter egg, azt hittem ott tartunk, de még akkor ezek szerint nem. Robbantás oda, energon kell... Ja, még itt van egy ilyen nehéz, és fel kell hozni. Puff, na gyerünk, kettő gombócot, azt mondja, itt meg kell lökni rendesen, mert valahogy oda fel kell juttatni. Na, még egyszer, hogyha középre irányítom, szerintem kell pörögni. Szerintem így beállítjuk, pörgetés. Hát, ez kevés. Valahogy fel kell, pedig hát még én csúszom! Lehet a csúszással, a csúszás. Várja, ha csúszok oda, várja. Az lesz a csúszással. Hopp! A csúszással lesz, az a csúszás. Ja. Ott van akkor a rámpa, hogy felugorjon, vagy itt megint neki kell csúszni? Hát megpróbálok neki csúszni, hát úgy felpattan. Oda kell elvinni, nem erre. Hát ilyen nincsen. Fú. Jó. Most már legyen meg, oké? Okay? Na akkor, hát innen csak meg kell tisztítani a Nitroktól. Meg van mindegyik, két elem, vagy egy ellenfél. Ő mehet dolgára, és akkor mi pedig hoz... Ha? Megjönnek? Ja, nem. Jó, ezt hozzuk föl. És akkor megint így befordulás, és a csúszás így már fenn is van. És ezt most már csak óvatosan helyezzük el ide. Most már mehetünk, kapu nyitva, és a célunkhoz közelebb vagyunk. Na gyerünk csak elő, figyeld, itt most nem volt semmi, se checkpoint, se maszk, se doboz. A kincs! We are rich. Engine. That treasure is stolen property. Ez egy lopott kincs. To develop a conscience, doctor. De most már ez mindegy. I don't care. Engem nem érdekel Entropy, de őt érdekli. Gems back.
Ez mi volt? Szóval lesz valami Spyro játék? Hol vagy Spyro? Itt vannak a drága kövek, itt vannak a kincsek. Ez már valami. Na menjünk. És akkor zárjuk le a sztorit. Ez itt a Crash Twinsanity befejező epizód. Várj, most visszafelé is sétálok, nem visszafelé, hanem a checkpoint felé. És akkor jöhetnek a kihívások. Na gyerünk! Figyelj, csak kapu után, kapu után, kapu. Nem nagyon emlékszem, hogy lenne még más platform, szerintem most már a végső boss jön, ha jól emlékszem. Ami elég király, ahhoz képest, hogy két papagájról van szó. Szerintem elég király lesz. Na gyerünk! Mentés! No csak. Apparently, you two little rascals have been very busy since the last we saw each other. Elvoltatok foglalva. Le akarunk győzni. A failed experiment sent two innocent parrots to the 10th dimension. Két ártatlan papagájt a 10. dimenzióba küldtél. Sharpened our skills and warped our fragile eggshell minds. Ahogy itt voltunk, okosabbak lettünk. Ingredients are a classic recipe in the evil villain cookbook. You see, Pops, when it comes to evil scientific prowess, we learned from the best. A legjobbtól tanultuk a gonoszságot. Cortex-től. Most pedig játéknak vége. Vissza a ketrecbe! Viktor Moritz! Rossz fiúk! Tűnés vissza! És be is mentek! Mit csinálunk? That's it, Cortex! You wanna make up for lost time and play with your pets? Játszani akarsz? Hát legyen! Játsz a játékaiddal! A játsz az állataiddal! Boom shakalaka! Ez, figyeld, Cortex! Cortexnek annyi. Na kezdjük Ninával a harcot! Ezt a boss fightot nézzed! Hú, a zene! Ilyen jó zenét! Ajj! Nem látszott a másik oldalt! De a zene! Ott miért nem kap a... Hogyan? Ott van pedig a zöldike! Ne! Jó, jó! Meg volt, egyik. Puff, másik. Azaz, jó. Ú, nem jól ugrottam le teljesen, de... Szerintem túlélem. Ezzel meg volt két henger teteje, de hát igazából így három alkalommal kellett így megcsinálni, hogy feljutunk a tetőre. Itt ezeket könnyebb elérni, de ott azért kell egy kis precizitás oda, és az nem a legegyszerűbb. Na várja, ide maradjunk még. Ó, elcsípett! Nézd meg vele! Most... Jó! De hogy? Fú! Második! Azon a másodikra is feljutottunk. Ó, vigyázz! Ó, az a tűz! Fú, közel volt! Hoppá! Jó, a harmadik tetején is nem vagyunk. És ezzel kész vagyunk. Így, középre vissza, és most, igen, Cortex, Nina elfáradt, úgyhogy jön Cortex, bizonyám, ne gyerünk, ez szerintem nagyon így kellett volna a Crash 4-ben a Entropis boss fightot, úgy kellett volna, hogy mindegyik játszható karakter benne legyen egy kicsit. Szerintem legalábbis. Mert ott az Entropis boss fightnál hát maszkokat, vagy hát jó, maszkot kellett használni, de Crash-el mentük végig. És a történet szerint pedig azért ott voltak a többiek és segítettek nekünk. És az átvezetőben is úgy volt, hogy Dingo is oda csapott, Cortex, mindenki azért ott úgy a legyőzésben részt vett. Itt tényleg úgy van, hogy minden gyík játszható karakter, Nina, Cortex, Crash, hát már jó, majd akkor
Fels is jön majd mindjárt, no, erre ugye csak lőjünk oda most már gyakrabban, mert így sose lesz vége. Ugye link, csak az baj, elkutattam a maszkot itt elején, nem így igazán. Jó! Oké, lement egy életpont. Menjünk hát feltölteni, erre most töltök egyet, oda lövés, aha. Hát ez jó lesz, oda töltött lövés, de hát ha töltöd a lövést, akkor eltalálhatod. Jó, 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 le is szedtük azt. Oké. Az egyik ágyúnak annyi, jöhet a másiknak a csipázása, gyerünk szedjük lefelé, oké, odáig le. Ó, ott jó messze lesz ez a térhatás, tehát még lehet nyugodtan. Hoppá, most töltődik, akkor induljunk el, hopp, 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 hopp. Úgy akkor már, az már kellemetlen lehet, úgyhogy induljunk hamar neki. Jó, ez a biztonságos, és így megvagyunk. Cortex-al legalábbis, mert BOOM! Meg a Bandicoot! Tehát honnan szerezte meg, hogy jött ide? Az egy jó kérdés, de a lényeg, hogy itt vagyunk vele. Lövöldözzünk akkor rakétákat. Ő meg hat kardozzon. Vannak védelmi pajzsai, de közötte át tudok leülni. Szóval azokat használjuk ki, és akkor gyomjuk a rakétát. Ja, itt van egy hézab. A fűrész! Nagyon durva. Meneküljünk innen, hát bizony. Meneküljetek. Menjetek az itteni Crashhez. Vagy inkább ne. Figyelj. Bemennek ide, meg ó, itt jó meleg van. Itt jó van. Ki lakik itt? Ó, bezártok minket. Nem enged neki! Ó, ott van! Júj! Menjünk el bédelni. Lunch? Emlékszel Dingóra? Ez aztán egy befejezés, mi? Ennyi! Figyeld, milyen jól néz ki a kis pólóba, milyen jól néz ki! Na! Cortex! Rosszul gondoltam rá, tessék! And your existence has been a constant reminder of that mistake. Ez egy hiba volt, hogy létrehoztalak. I've learned that you can't run away from your mistakes. Nem tudsz elszaladni a hibáidtól. De őket el tudod temetni. Wow! Mi történt? Hova fogja eltemetni? Micsoda? Kort? Vagy... Cortex belekerült? Crash agyába? Nem ezt akarta! Where am I? Hol vagyok? What is this? Miért? Igen. Crash agyába mi az, ami jár állandóan? A Crash tánc! Fúj, de töröltek! Na itt a vége! Twin Sanity, ezt vártátok, ezt akartátok. Itt a boldog karácsony, remélem legalábbis, mert én jól éreztem magamat, amíg végig toltam. Crash Twin Sanity itt volt nektek, remélem, hogy lájkot tettek a videó alá gyorsan még ma, aztán holnap jön az új videó. 3 óra csuda, jó? Nincs? Találkozunk legközelebb, csá!